legkedvesebb, legkalandvágyóbb, legnyitottabb. Nagyobb reneszánsz királyunkról szóló vetélkedünk utolsó fordulójához érkeztünk. Két koncertjegyet nyerhet a Mátyás a vérpadon című rockopera szombatesti előadására az, aki tudja a választ a következő kérdésre. Mikor és hol halt meg Mátyás király? Telefonszámunk 00 89 13 45 74 51 63 47 8. Úgy azt, tehát lehet, hogy Mátyás király, meg minden király azért tett valamit, hogy abból valami szép legyen, és nem azért, hogy majd később egy vetélkedő legyen, hogy valaki nyerjen. Ez mindig, Kolozsváros, kincses város, az mindig is az volt, és az volt, és az maradt. Énekelni, hogy szép város, Kolozsváros, és ott lakom a Szamosnál. Szép város, Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál. Azt mondjuk el, ha bók, nem. Angyalkám, gyere már. A galamb a legszelidebb állat és a legfinomabb gondolkodású madár. Szent dolgot szimbolizál. Szerintem azért szárnak rá a galambok, ezt mondjam így, a Mátyás király szobrára, mert akkor kijön az én szobám, hogy Mátyás király egy igazi király volt. A galambnak a szarja a szerencsét hoz. Az emberek azt mondják, hogy belépsz egy szarba, akkor szerencsét lesz. Azért ne mondják, hogy milyen hülye vagy, hogy beléptél a szarba. De belépni a szarba, vagy egy galamb szarjon le, az két különböző nagy szituáció. A telefonnál egy bátor próbálkozó. Lássuk, tudja-e a választ arra a kérdésre, hogy mikor és hol halt meg Mátyás király. Mátyás király Bécsbe halt meg, 90-ben, október vége felé, és meg volt mérgezve. Evett fügét, reggelre kész volt. De már éjszaka rosszul volt, és reggel meghalt. Bécsbe. Azt nem tudja esetleg, ki mérgezte meg a nagy királyt? Hát azt mondják, hogy a felesége rendezte, de ezt nem lehet tudni biztosan. A Beatrice. Beatrix. Beatrice. Ez is csak egy legenda, nincs semmi bizonyíték, hogy Beatrix megmérgezte volna Mátyást, mert ő ebből a történetből csak rosszul jön ki, hogyha meghal a férje. Rosszul lett, egy hosszú misén vett részt, és még valami apróság miatt egy rothadt gyümölcsöt adtak neki. Na, és akkor ezzel nagyon felháborodott, hogy mi az, hogy a királynak romló gyümölcsöt adnak. Na. De nagyon begurult, tehát nagyon ideges lett is. Akkor ez okoztam az agyvérzését. Ezt így elmeséli Bonfini, most ez igaz, nem igaz, most ezt nem tudjuk. Megsértette a kezét, és folyt a vér, és a fára ráírta Mátyás, Mátyás. És akkor ő is munkás volt ott a munkások között. Igen, munkás, hogy nézze, hogy bánnak a munkásokkal. És akkor, mikor aztán megint ő, mint király, visszaállította magát a királyságba, azt mondta, hogy na, keressétek meg azt a fát, amelyikre néha van írva Mátyás, Mátyás. És megkapták. És akkor aztán bizonyította azt, hogy igen, Mátyás az igazságos. Nem, de ez a legenda, ez valóságnak megfelel. Ez tényleg úgy volt. Na. És itt Kolozsváron történt. Ez olyan lehetett, mint egy rabszolgaságba élő emberek. Ahogy a gyapott ültetvényeken, azok például, pont ahogy most, ahogy van nálunk, elmegyünk egy vállalkozóhoz, de van olyan vállalkozó, aki csúfolkodik a munkásokkal. Na. A kapitalizmus veszélyes. Ez nem bocsájt. Tehát jót tettek a kommunisták ilyen szempontból.
Nem volt rossz a kommunizmus. A kapitalizmusban már durvább. Az érzelmek hamarabb kibontakoznak. Látom én éjszaka. Látom éjjel, most, hogy kapus vagyok 5,5 éve, látom éjjel. Médi figyel. Ezek piszkosak. Nem szabad elfelé, honnan indult az ember. Most, ahogy így visszagondolok, úgy sokkal jobb lenne régebb élni. Akkor egy ember azért érezte magát rosszul, mert nem mehetett csatába, és nem menthette meg a hazáját, meg a Mátyás király korában is. Tehát az egri csillagokban is Gerő, hát kisfiú volt, még azt hiszem 10 évesen is kisebb, és annyira ölt annak a karnak. Sokkal több hazaszeretet volt benne egy kicsi gyerekben, mint egy mostani 35 évesben. És alatt, hogy az a kisgyerek akkor elment, és harcolt, és meghalt, de szerintem egy örömmel halt meg a szívében, mert a hazáért halt meg. A nemzet tudata általában kicsit megkésve mindig azt ünnepli, aki a legjobban kibaszott vele. Tehát teszem azt, Mátyás királyt, aki teljesen üresen hagyta az állami kasszát, amikor Bécsben letűnt, ünnepelni fogják 50 év múlva Kádár Jánost is, de lehet, hogy 10 év múlva, aki szintúgy velőkig kiszipolyozta a magyar nemzetet, az állam teljes kasszáját, mint olyan elsikasztotta havereivel együtt, és ő belőle is olyan nemzeti hős fog válni, mint Mátyás királyból és Kossuth Lajosból. Megludas Matyika, úgyhogy ez legyen a történet vége. Hát hosszú óra volt. Hát nagyobb volt, mint az enyém. Olyan sasóra volt. Akartam mondani, holló óra volt. A Corvinus. Én úgy tudom a biológiát, földrajz, történel, irodalmat, 100%-ig tudom. Megcsinálták a formát és beöntötték, ugye? És hogy nagyobbra sikerült, ez már kisebbre kellett volna a matricát készíteni, a formát, amiben öntötték, és akkor kisebb lett volna az óra. Az apjának mintha nem volt olyan nagy óra. Nem tudom, hogy Szilágyi Erzsébetnek mekkora óra volt az anyjának. Mert ugye az édesanyja részére húzódott, mert általában a fiúk oda húzom, nem? Az anyai részre. Dehogy az. Nehogy nagy az óra. Annak nem nagy az óra. De akár mekkora óra is lehetett, akkora nem volt, mint a Medicieknek. Tehát ez fix. Hogy valamennyi uralkodót nagy orral ábrázoltak. Valószínűleg a férfiasságot, valószínűleg a potenciát kell sugallja mindez. Neki Beatrix-től gyereke nem volt, hanem volt neki egy gyereke egy udvarhölgytől, Korvin János, Jánoska. A egészséget, aki kicsit gyenge fiú volt. Nem olyan volt, mint az apja. Komolyan. Hát én nem élveztem volna, hogy a férjem elmegy, lehet, hogy a Mátyás király felesége élvezte, de szerintem nem volt olyan nagy öröm számára, hogy a férje nincs otthon, és lézeng az országban áruhában, mert hát elhanyagolhatta őt szerintem ezért. Éppen az újabb kutatás mutatta ki, Beatrix rendszerint azért követte Mátyás királyt. Különféle hadjáratok során, vagy egyéb ügyek intézése során, mikor Mátyás ide-oda járt. Jó házasságnak indult az egyértelmű, Mátyás király nagyon tisztelte Beatrixot, és egy nagyon-nagyon szép lány volt Beatrix. Aztán később persze bögyös menyecske lett, de minden energiáját bevezette Mátyásnak, úgyhogy nem volt ez probléma kezdetben.
Tudom, hogy volt köztük valami némi korkülönbség, mert számít a korkülönbség. Én is férfi vagyok. Én is feminista vagyok. De a magam korosztálya. Tehát a feminizmus nem azt jelenti, hogy most futkorászunk, és én megfigyeltem. És a feleségem is. A férfiaknak 95%-a fiatal után futkorászik. Tehát a jó érzés. És még mit mondjak? Hát most is árulok Szent Mihály templommal szembe. Maszek alapon, de nem, azot nem fizetek. Hát igaz, hogy tudok mindent. Ha énekelni, én minden nótát tudok. Nincs fogam, de azért lehet. Vigyázzál az bajnak. A Dónát úton nyílnak már az orgonák, s a május oly sokat ígér. Na. Hogy jön tovább? Hát tudom tovább is. Most már olyan stresszben vagyok, hogy... Most már 3 pontot teszek. Hát tudom végig. És de utára elénekek egy másik éneket. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, balsós, akit régen tép, hozz rá víg esztendőket, meggyűnhötte már a nép a múltat, jövendőket. És aztán még van tovább is.